Köszöntöm nézőinket! Önök a Tónatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok, fő témáink néhány mondatban. A magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája. A Doni áttörés hősei előtt tisztelegtek Szekszárdon. Nyitott Paks, tolmácsszolgáltatást biztosít az önkormányzat a városban. Szükség van az önkéntesekre, hatalmas segítséget jelentenek a civil tűzoltók. Dolgos évre készülnek, komoly tervekkel vág neki 2022-nek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. 79 éve, hogy a második magyar hadsereg súlyos vereséget szenvedett a Don kanyarban. A magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiájáról január 12-én szerdán emlékeztek meg Szekszárdon. A Doni hősökre emlékeztek Szekszárdon. 1943. január 12-én indultak meg a harcok, amik a magyarság számára a II. Világháború legtöbb áldozatát számláló összecsapásait hozták el. A több mint 200 ezer magyar katona közül 120 ezernél is többen voltak, akik a csatamezőkön vesztették életüket. Lettek sebesültek vagy estek fogságba, közülük sokan Szekszárdról indultak harcolni. 120 ezerből tudjuk konkrétan, hogy 4102 katona az Tolna megyei volt, 172 fő ebből szekszárdi, és ez a tragédia 250 családot érintett, úgyhogy családtag vagy közvetlen hozzátartozó volt érintett. A Donkanyarban a szovjet áttörés a magyar hadsereg teljes széthullását jelentette, az óriási orosz túlerő elkerülhetetlenül térdre kényszerítette a honvédeket. Ezek az emberek ki voltak szolgáltatva politikai játszmáknak, és hát élték meg ezt a szörnyű borzalmat és tragédiát. Minden évben nagyon fontosnak tartjuk ezt a megemlékezést, és méltóképpen kell megemlékezni ezekről az emberekről, akik ilyen szörnyű körülmények között vesztették az életüket. A harcok során az elesettek és a fagyhalál áldozatainak számát 47 ezerre becsülik, és mintegy 90 ezer katona esett fogságba. Az elhunytakra koszorúzással emlékeztek meg. Megvan az országgyűlési képviselő választás időpontja. A köztársasági elnök közleménye szerint az idei esztendőben Magyarország választójoggal rendelkező polgárai immár 9. alkalommal szabadon dönthetnek arról, hogy kikre bízzák közös ügyeink intézését. Az alaptörvény és a választási eljárási törvény egyértelmű rendelkezéseket tartalmaz arra, hogy a köztársasági elnök milyen időpontra tűzheti ki az országgyűlési képviselők általános választását. E törvényi felhatalmazás alapján az országgyűlési képviselők általános választását a legkorábbi időpontra, 2022. április 3-ára tűzöm ki, áll a köztársasági elnök közleményében. 7883 új koronavírus megbetegedést igazoltak kedden idehaza. Ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.308.877 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 67, többségében idős, krónikus beteg, így az áldozatok száma 40.083 főre emelkedett. 2758 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 257-en vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már több mint 6.297.000-en kaptak. Tolna megyében 70 új fertőzöttet regisztráltak hétfőn, ezzel a járvány kezdete óta 27.570-re nőtt a megbetegedések száma az országnak ezen a részén. Az országos tisztifőorvos mindenkinek ajánlja a koronavírus elleni oltás harmadik dózisának felvételét. Müller Cecília közölte, bizonyított, hogy a második oltás után 3-4 hónappal csökken a szervezet immunvédelme. Beszélt arról is, hogy a magyarországi koronavírus megbetegedések 29%-át az Omikron variáns okozza, a vírus ezen mutációja egyre jobban terjed. Az Omikron általában enyhébb tüneteket okoz, de sokkal fertőzőképesebb, akár 3 naponta is duplázódhat a fertőzöttek száma. Nyitott Paks. Mostantól oroszul és minden páros hét hétfőjén tolmácsszolgáltatást biztosít a város önkormányzata az odaérkező harmadik országbeli állampolgárok számára. A Nyitott Paks elnevezésű projekt keretében a szolgáltatás igénybe vehető eltérő helyszínen és időpontban is, előzetes egyeztetést követően. Az új lehetőség célja, hogy a harmadik országbeli polgárok segítséget kapjanak beiskolázási, hivatali vagy egyéb ügyintézésben is. A város hat intézményében működnek
elérnek azok a tájékoztató pontok, amelyekben a harmadik országból érkező külföldi állampolgárok kaphatnak információt, például a város tömegközlekedéséről, kulturális programjairól és akár a PIP Nonprofit Kft. Információs központjáról. A Nyitott Paks elnevezésű projekt az új évben plusz szolgáltatással bővült, mondta Szántó Zoltán alpolgármester. E hét hétfőtől minden páros héten hétfőn tolmács szolgáltatást biztosít Paks város önkormányzata az ideérkező harmadik országbeli állampolgárok számára. Ugye két hetente hétfőként van egy fix időpont, amikor a harmadik országbeli állampolgárok igénybe vehetik ezt a szolgáltatást, de ettől eltérő helyszínen és eltérő időpontban előre egyeztetve természetesen lehetőségük nyílik arra, hogy mindenféle ügyintézésben, hivatali ügyintézés, beiskolázási ügyintézés, stb. Igénybe vegyék a szolgáltatást. A tolmácsszolgáltatás ingyenes, a menekültügyi, migrációs és integrációs alapprojekt következő állomásaként pedig hamarosan aláírják a nyelvi képzésekkel kapcsolatos szerződést. Ezt követően elindul a tananyagfejlesztés, majd terveink szerint márciustól lehetőségük lesz az ügyintézésben résztvevő kollégáknak és a harmadik országbeli állampolgároknak is részt venni a nyelvi képzéseken, illetve rövidesen kiírásra kerülhet a kulturális és beilleszkedést segítő programsorozatok közbeszerzése is, amely eredményes szerződés kötése után már elindulnak a kulturális programok is, amelyek egy kicsit jobban összehozzák a paksiakat és az ide érkező harmadik országbeli állampolgárokat. Paks város önkormányzata nem csak a Nyitott Paks állomásain keresztül tájékoztatja a külföldről érkezőket, a paks.hu honlapon is folyamatos a fordítás az orosz nyelvű aloldalon, amelyen a várost érintő számos információ elérhető. A teljes projekt a Belügyminisztérium által nyújtott támogatásból valósult meg. Az adókedvezmények összegével több lehet a januári fizetés, mégis több mint 100 000-en felejtenek el nyilatkozni róla, közölte a Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára. Tálai András elmondta, az adóból kedvezmény jár a gyermekes családoknak, az első házasoknak, a 4 vagy több gyermeket nevelő anyáknak, a bizonyos betegségekben szenvedőknek. Idén debütált a 25 év alattiak adókedvezménye is, amely 2022-ben 140 milliárd forintot hagy mintegy 500 000 fiatalnál. Több mint 1500-szer vonultak a hivatásos tűzoltók valamilyen esethez Tolna megyében 2021-ben. Ebből közel 400 alkalommal segítséget kaptak az önkéntes egyesületektől. Köves Péter, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője azt mondja, ez is mutatja, mennyire fontos szerepet töltenek be a védekezésben az önkéntes szervek. Szembenéznek élettel, halállal, eszelős kártyapartit vívnak a pusztulással. A szexedi hivatásos tűzoltók ezzel a kisfilmmel köszöntötték az új évet, és biztosították a lakosokat, hogy 2022-ben is a segítségükre lesznek. Országosan több 10 000-szer riasztották a lánglovagokat valamilyen esethez tavaly, de a Tolna megyiek sem tétlenkedtek 2021-ben. Tolna megyében több mint 1680 esetben vonultak a tűzoltók mindenféle káresethez. Ebből 345 alkalommal segítségükre voltak az önkéntes tűzolt egyesületek is. Köves Péter, a Tolna megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság szóvivője azt mondja, nagy segítség a hivatásos állománynak az önkéntes egyesületekkel való együttműködés, hiszen nekik nagyobb helyismeretük van, mint a legközelebbi hivatásos szerveknek, és nem utolsó sorban gyorsabban oda is érnek az esetekhez. A szóvivő azt is hozzátette, számos olyan ügyel találkoztak már, hogy az önkéntesekből egyszer csak hivatásosak lettek. Az önkéntes tűzolt egyesületek egy nagyon jó iskolája, belépője gyakorlatilag így a hivatásos szervezetnél eltöltött munkának, tehát van ilyenre is lehetőség. Itt főleg a fiatalabb korosztály, aki ezt már el tudja gyakorlatilag kezdeni itt jóval korábban így ezeket a beavatkozásokat, ez mindenképpen előny. Tehát ez abszolút egy előny, hogyha valaki egy önkéntes tűzolt egyesületnél korábban már teljesített szolgálatot, sokkal egyszerűbb lesz számára majd utána az iskolának is az elvégzése, valamint a beavatkozások alkalmával sokkal nagyobb rutinnal, magabiztossággal fog tudni helytállni. A három hivatásos szervezet munkáját 3 önkormányzat és 24 önkéntes tűzoltó egyesület segíti Tolna megyében. Mert időnk nincs soha megköszönni, hogy képesek értünk akár tűzbe menni.
Szekszárd belvárosában fogtak el rendőrök elől menekülő embercsempészt és illegális migránsokat szerdán délután. A lengyel rendszámú autó az M9-es útról hajtott a Tolnai megye székhelyre, ahol összehangolt akció keretében fogták el az azt vezető bűnözőt. A férfi akár 15 év börtönt is kaphat. Az idei esztendő tervei elkészültek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban. Berlingel Attila igazgató azt mondta, a tavalyi évi tapasztalatok alapján állították össze a programtervet. Az intézményben úgy készülnek, hogy a járvány előtti méretű nagy rendezvényeket szervezhetnek majd, továbbá energetikai korszerűsítés is megvalósul idén a házban, és nagyobb szerepet kap a plac ifjúsági tér is. Az elmúlt esztendő arra tanított meg bennünket, hogy minden helyzetben képesek legyünk valamilyen módon ellátni feladatainkat. Állandó változásban kellett élni és teljesíteni, értékelte a 2021-es évet Berlinger Attila, a Babits Mihály Művelődési Központ igazgatója. Mindez azt eredményezi, hogy sokkal magabiztosabban nézünk az idei év elé. Egy biztos, ha a Covid engedi, a szekszárdiak olyan programokon vehetnek majd részt, amelyek nagyságában és minőségében a járvány előtti időket idézi. Egy teljes programsorozatot szeretnénk kínálni a városnak. Mi eltökéltek vagyunk abba, hogy legyen pünkösdivar és halünnep, legyen mesefesztivál, legyen újra a régi fényét idéző szekszárdi születi napok, és ehhez méltó programokat is társítunk. Két jelentős feladat is vár az idei évben a háznak. Egyrészt tervben van az épület energetikai korszerűsítése, mely jelentős költségmegtakarításokat eredményezhet, szakmai vonalon pedig a plac ifjúsági tér felfuttatása jelenti az egyik kiemelt feladatot. Alakuljon ki egy olyan hely a városban, amely tényleg akkor ilyen szempontból a fiataloké, könnyen megközelítő hely legyen, és adjunk ennek pluszba hétvégén az estéken olyan funkciót is, amivel meg lehet tölteni az életet. És akkor úgy gondolom, hogy a kulturális központ, ugye a főépületünk, a művészetek háza, ami elsősorban a magas művészeteké, komoly zenei koncerteké, olyan fellépéseké, a harmadik láb, ami a házhoz tartozik, a plac pedig a fiatalokkal tudja egy kerek egészé varázsolni a kulturális közösségi életet Szekszárdon. Az már biztosra vehető, hogy a Covid miatt elmaradt produkciókat, így a Cheek Presser koncertet, valamint a Vadakura musicalt hamarosan láthatja majd a közönség, és a tervek között van a Robin Hood musical bemutatása is. Az év legnagyobb kulturális eseményének, a születi napoknak programja pedig a tavasz beköszöntével lehet majd ismert. Regionális híreink következnek. Termálvízzel gyógyítanák a cukorbetegeket. Harkányban kezdenek vizsgálatot a pécsi kutatók. Futósnak adta ki magát a szexuális ragadozó Pécsen. Évekre börtönbe kerülhet a visszaeső férfi. Elismerés. Pécsi parasportolók a legjobbak között. Újabb betegség esetében vizsgálják a harkányi termálvíz hatásosságát. A pikkelysömörre hatásos gyógyvizet a pécsi kutatók a cukorbetegek kezelésére is használnák. Erről indul vizsgálat hamarosan. Az engedélyeket már megkapták, így több mint 100 diabéteses bevonásával elemzik, hogy jobban lesznek-e a termálvíztől a cukorbetegek. A harkányi gyógyvíz lehet a cukorbetegek megmentője is. Legalábbis ilyen irányú vizsgálatokat végeznek a Pécsi Egyetem 2. számú belgyógyászatán. Wittmann professzor azt mondja, a mozgást helyettesítheti a termálvíz. Úgy tűnik, hogy a hő hatására, a termálterápia hatására a szervezetben hasonló folyamatok zajlanak le, mint a fizikai aktivitás során, vagyis javul a az inzulin érzékenység miatt a cukor felvétele a szöveteknek. A terveink között az szerepel, hogy ilyen mozgásában korlátozott, vagy legalábbis kevésbé alkalmas fizikai aktivitásra alkalmas betegek esetében a harkányi gyógykezelés termálterápiát próbáljuk ki. A túlsúly cukorbetegeknél a sportolás tönkre teszi az ízületeket. Az életmentő mozgást válthatja ki a terápia. De nem csak a hő, a gyógyvíz is hathat a betegek szervezetére. A termálvízben vannak olyan hatóanyagok, kén tartalmú molekulák, amelyekről tudjuk, hogyha bekerülnek a szervezetben, értágító hatásuk lehet. És ugye hát ezeknél a cukorbetegeknél, ahol már az ízületi problémák is jelen vannak, rendszerint vannak érbetegségre utaló tünetek is, és abban bízunk, hogy ez a speciális harkányi kén tartalmú víz erre kifejezetten kedvező lesz, és ezt ki tudjuk mutatni a
az egyszerű hőhatáshoz viszonyítva is. Az elhízott kettes típusú cukorbetegeket célozzák meg ezzel a termálvízterápiával, mondja professzor. A vizsgálatot februárban kezdik 100-200 beteg részvételével Harkányban. 5-10 hónap alatt lehet eredmény a terápia hatásosságáról. Abból indultak ki a kutatók, hogy hőhatására olyan fehérjéket termel a testünk, ami védi a szervezetet. A kémvegyületek pedig az erekre hatva javíthatják a diabéteszesek állapotát. Ma hazánkban 720 ezer cukorbeteget tartanak nyilván. Fotósnak adta ki magát, végül pedig az elkészült képekkel videóval zsarolta áldozatát az a férfi, aki ellen most emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A szexuális ragadozó akár 5 év börtönt is kaphat. Korábban már akadt dolga a bírósággal, akkor gyermekekkel próbálkozott. Az ügyészség letöltendő büntetést kér az ügyben. Egy közösségi oldalon ismerkedett 20 éves lányokkal az a 35 éves férfi, aki ellen most emelt vádat a baranyai ügyészség. Azokkal a fiatal nőkkel ismerkedett meg elsősorban, akik bikinis képeket vagy erotikus töltetű fotókat tettek ki magukról. Rájuk írva fotósnak adta ki magát és felajánlotta, hogy készít róluk képeket. Ennek során próbált közeledni, több alkalommal szexuális ajánlatot is tett nekik. A sértettel 2020. októberében vette fel a kapcsolatot. Felajánlotta neki, ha egy barátnőjével együtt a lakására mennek, ahol intim felvételeket készíthet róluk, úgy cserébe 150 ezer forintot ad nekik. A lányok ebbe beleegyeztek, majd ezt követően néhány nappal a megbeszélés követően fölmentek a férfihoz, ott szexuális kapcsolatot létesítettek vele, illetőleg erről videó, valamint fotófelvétel is készült. A férfi azonban ekkor a lányokat nem fizette ki, ugyanis azt állította, hogy nincs nála készpénz, ezt majd néhány napon belül át fogja adni részükre. A sértett nő több alkalommal kérte a férfitől az ígért összeget, aki azt mondta először, hogy nem volt elégedett a nyújtott szolgáltatással, ezért nem fizet. Csak akkorat pénzt, amennyiben ismét szexuális kapcsolatba lép vele a későbbi feljelentő. A nő nem akarta ezt, ezért a férfi megfenyegette, hogy a nála lévő videófelvételeket nyilvánosságra hozza, és elküldi a sértett barátainak. Ekkor fordult a rendőrséghez a 19 éves lány. A megbeszélt találkára pedig már az egyenruhások mentek. Szexuális kényszerítés büntet kísérletét követte el a férfi. 1-5 évig terjedő börtönt kaphat, de nem ez volt az első esete a hatósággal. A férfival szemben korábban már volt büntetőeljárás, őt a gyermekpornográfia miatt lett elítélve, felfüggesztett, szabadságvesztést kapott, ennek a próba ideje már letelt, az ügyészségi indítvány a férfi vonatkozásában szabadságvesztés, különösen az előéletére tekintettel. Vagyis letöltendő büntetésre számíthat. Egyébként mintegy 50 fiatal nővel próbálkozott a szexuális ragadozó. Előző ügyéből tanulva 18 év felettieket keresett meg. Nyilatkozatot iratott alá velük, hogy önként vállalták a fotózást. A szexuális aktust pedig nem erőszakkal kényszerítette ki, hanem pénzt ígért, ha kellett. Ezekért nem, csak a kényszerítésért kell felelnie a bíróságon. A pécsi sportiskola két versenyzője is óriási elismerésben részesült hétvégén. A Tokióban egy arany és két ezüstérmet szerzett Konkoly Zsófiát jelölték az év sportolója gála legjobb női parasportolója díjra. Iván Bence pedig a Magyar Úszó Szövetség szakmai napján az év férfi paraúszója díjat vehette át. Két Európa csúcs és egy paralimpiai rekord, ami egy arany és két ezüstérmet jelent. Konkoly Zsófia a magyar csapat legeredményesebb versenyzője volt Tokióban. A pécsi sportiskola úszóját is jelölték az év sportolója gála legjobb női parasportolója díjra. Ugyanaz elismerést a vasas úszója, a Tokióban 100 méter háton aranyérmes Pap Bianca vehette át, Zsófi egy cseppet sincs elkeseredve emiatt. Ráadásul az év fogyatékos csapata kategóriában is szoríthattunk Zsófiért, hiszen a 4x100 méteres gyorsváltót is jelölték a díjra. Ebben a kategóriában a női kerekesszékes tőrcsapat kapta az elismerést. Jó érzés volt az is, hogy egyáltalán ott lehettem, egy háromban még nem volt ilyen alkalom. Úgyhogy örültem, hogy egy ilyen tapasztalatot is tudtam szerezni, de örültem, hogy a Pap Bianca nyerte meg, úgyhogy
majd egyszer talán én, de nem ez a legfontosabb. Iván Bence erősebbik számában 200 vegyesen épp hogy lecsúszott a tokiói paralimpiai döntőről. A Magyar Úszószövetség szakmai napján díjazta a tavalyi év legjobb sportolóit. A Pécsi Sportiskola versenyzője az év férfi paraúszója díjat vehette át. A Magyar Úszószövetség tartott ilyen információs napot, és itt köszöntötték a 2021 legjobbjait. Ugye minden ifi válogatottból a legjobb fiú lány kapott, para válogatottból az ifi lány, a nyílt vizesek meg a medencés úszók közül. Ugye a férfi para díjat azt én kaptam. Ugye 2021-ben volt két érmem az Európa-bajnokságról, meg ugye részt vettem a Tokió olimpián. Én erre vagyok a legbüszkébb tavalyról. A sportolók rövid pihenő után napi két edzéssel kezdték meg a felkészülést a 2022-es versenyekre. Igazából a héten fogjuk megkapni az idei versenyprogramot, ezt már várjuk, de ugye azt beszéltük, hogy januárban visszaállunk a rendszerességgel. Ugye tavaly is azért most már edzettek a sportolóim, de hát egy kicsit nagyobb szabadságot kaptak. Vártuk már nagyon mind a hárman, hogy visszálljon a rendszer az életünkbe, és meglegyen, hogy melyik nap mit csinálunk. Úgyhogy nagy örömmel várjuk a munkát, és nagyon örülök, mert minden két sportolom nagyon motivált, és nagyon várja a felkészülést. A paraúszó világbajnokság júniusban lesz Madeirán. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. A magyar történelem egyik legsúlyosabb tragédiája, a Doni áttörés hősei előtt tisztelegtek Szekszárdon. Nyitott Paks, tolmácsszolgáltatást biztosít az önkormányzat a városban. Szükség van az önkéntesekre, hatalmas segítséget jelentenek a civil tűzoltók. Dolgos évre készülnek, komoly tervekkel vág neki 2022-nek a Szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központ. Csütörtökön reggel még nagyobb rész derült, vagy gyengén felhős égbolt, napsütés várható, majd észak felől megnövekszik a felhőzet. Gyenge, mérsékelt légmozgás lesz jellemző, észak az zömében csillagfényes idő lesz, megerősödik a nyugatias szél. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!